Nagy tisztelettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. A következő műsorban Öreghegyre látogatunk, hiszen vendégünk a 12-es választókerület önkormányzati képviselője, Östör Anna Mária, akit nagy szeretettel köszöntök. Köszönöm a meghívást, és üdvözöllek téged és a kedves nézőket is. Ha megengeded, egy kis személyes sztorival kezdem, ugyanis nekem már szinte hozzátartozik a hétvégi reggeleimhez, hogy a közösségi megosztón megnézem, hogy milyen képet raktál fel futás közben Öreghegyről. Nagyon-nagyon szereted ezt a területet. Nagyon szeretem. Én 10 éves korom óta Öreghegyen lakom. És elég későn kezdtem el futni. Én mindig úgy gondoltam, hogy a futás az nem nekem való, nehéz, nem tudok. És egyszer egy egészséges Fehérvárért rendezvényen mégiscsak neki duráltam magam, és azóta rendszeresen futok. És egyszer az Aranybullánál futva annyira megragadott az a látvány, hogy feltettem a közösségi oldalra, és olyan kedvező visszhangokat kaptam, hogy azóta is ezt folytatom. Részint azért, mert szeretném megmutatni, hogy milyen gyönyörű Öreghegy. A képes lapokra inkább csak a turista látványosságok férnek fel, de tele nagyon aranyos kis utcákkal, szép virágok, kertek, úgyhogy ezt szeretném megmutatni, és köszönöm szépen azoknak, akik biztatnak, hiszen én nem vagyok profi fotós, ezek csak amatőr felvételek egy telefonnal. De szeretet átjön rajta, én azt hiszem, hogy ez nagyon sokat jelent egyébként. Amikor futsz, tényleg ki tudsz-e kapcsolódni és a szépet látni, vagy az önkormányzati képviselő agyad is mozog közben? Hát azért is mindig öreghegyi képeket teszek föl, mert azért közben megnézem. Tehát ha tudom, hogy valami munkálat folyik a körzetben, akkor azért arra futok, megnézem. Volt már olyan munka, amit készre jelentettek, és akkor én másnap telefonáltam, hogy ez még félig sincs. Úgyhogy minden kátyúval találkozom, minden gödörbe belelépek, tudom, hogy hol van járda, hol nincs, mit lehet használni, hol alakul ki kaotikus közlekedési helyzet, tehát én ezeket mind gyalogosan megtapasztalom. 15 éve lettél a körzet önkormányzati képviselője. Mielőtt egy picit visszatérnénk akkor, hogy milyen volt akkor Öreghegy, előtt azért mondjuk el, hogy Öreghegy mely része és milyen területek tartoznak a 12-es választókerülethez. Öreghegy északi része, ez a Pozsonyi út, a Zsolnai út, a Nagyszombati út és a Béla út, Fiskális út által határolt terület, és ami még hozzám tartozik, Csala. Ami azt hiszem, hogy azért nagyon különbözik, tehát két külön feladat lehet a kettő terület képviselete. Hát más egy kicsit, bár annyira nem. Kertváros itt is, ott is, csak hát Csala másfél kilométerre van, úgyhogy nagyon nehéz azokat a szolgáltatásokat biztosítani, ami Fehérváron mindenhol megtalálható. De hogy még mondjak valamit, István Major is hozzám tartozik, ami egy párház, tulajdonképpen egy tanya, de hát ők is hozzám tartoznak, úgyhogy ezért őket is rendszeresen látogatom, és amit tudok, megteszem. 15 évvel ezelőtt, amikor kezdted, mi volt az elképzelésed? Mi az, amit tenned kell ezért a területért? Én gyerekkorom óta ott lakom, úgyhogy én mindig azt hallottam, hogy hát az Öreghegy, na hát ott nem, hát ott minek újítsuk föl, miért csináljuk ott, ó, hát ott laknak azok a gazdagok, tehát ezt nem is foglalkozunk vele, és ez nagyon-nagyon sokáig így volt. Úgyhogy borzasztóan lerobbant utcahálózatot kaptam, a csatornázásnak nagyon nagy része hiányzott, még 19 kilométer csatornát kellett kiépíteni Öreghegyen. Ezek az elavult lámpatestek voltak, ezek, amik úgy néznek ki, mint egy alumínium palacsintasütő vagy tojásfőző. Úgyhogy volt mit rendbehozni. Járdák sehol, még az iskolánál sem volt. A Nyitra ABC előtt egy óriási pocsolyákkal teli földes terület. Én nem is hiszem, hogy már rajtam kívül emlékszik valaki erre, de ilyen körülmények között kezdtem a munkát. Nyilván ez mindig feladat, és minden városrészben lehet feladat, de Öreghegy ilyen nehezítheti a történetet a sok-sok zegzugos utca. Tehát azért nem itt szabályos utcákról beszélhetünk.
Hát ez még a régi szőlőbirtokok miatt alakult így. Ettől zegzugosak, amikor megosztás történt, utcanyitás, akkor egy kicsit szabályosabb alakzatot vett ott az öreghegy, de ettől függetlenül nagyon nehéz a tulajdonviszonyokhoz alkalmazkodni. Keskenyek az utcák, egyes területek akár bele is lógnak a közterületekbe, de hát ez a szépsége. Természetesen nem szeretnék folyamatosan az útépítésekről beszélni, de talán így a műsor elején azért ezt is le kell tudnunk, hiszen közműépítés és egyéb feladatok is már mindebben a 15 évben történtek. Igen, amikor végre sikerült a csatorna társulatot létrehozni, és az uniós forrás felhasználásával megépült ez a csatornahálózat, és teljes lett Öreghegy és Csala közműellátása is, akkor történt egy óriási fejlődés, hiszen ez a pályázat csak azt a nyomvonalat újította volna föl, ahol szigorúan megy a csatorna. Akkor viszont a város vállalt egy sokkal nagyobb feladatot, és ezeket az utcákat teljes szélességében felújította. Tehát itt már nagyon sok utca tulajdonképpen megújult. Ebben benne volt egyébként egy-két főbb utca, tehát a Béla út is, úgyhogy ez valóban látványosra sikeredett. A következő probléma volt a csapadékvíz elvezetés. Úgyhogy ott pedig egy óriási munkával egy olyan gyűjtőhálózatot kellett megépíteni, ami fel tudja fogni az Öreghegyről lezúduló csapadékot. Így, hogy ez a két feltételrendszer adott, így lehet nekiállni a kisebb és nagyobb utaknak. A Sára Gyula program segítségével sok olyan utcát szépítettünk meg, ahol nem olyan mértékű volt a csapadékvízelvezetésnek a mennyisége, hogy ez problémát okozzon, de ez a nagy felmenő utakat így nem tudta érinteni, ez a mostani feladat. Ha már a Béla utat említetted, milyen feladatokat ad az a terület képviselőjének, hogy a város legnagyobb, és tulajdonképpen már igazából egyetlen működő temetője ott található? Ez egy nagyon, nagyon szép feladat. Én tudom, hogy az emberek úgy idegenkednek ettől, és meghallják, hogy temető. Ez már úgy egy rossz hangulatot kelt. Természetesen azért nagyon sok Fehérvár itt. Engem is személyes dolgok is kötnek a Béla úti temetőhöz. De érdekes módon mindig valahogy megnyugodva megyek be, és jövök ki. Az sem mindegy, hogy milyen egy ilyen köztemető. Az első üzemeltetője egy kertészmérnök volt, és ez meg is látszik rajta. Óriási zöld felület, gyönyörű fák, kultúrált, a városgondnokság valóban fantasztikus munkát végez. Elképesztő kihívás lehet a közlekedés irányítása november elején, illetve október végén, amikor a halottak napja, akkor nagyon-nagyon sok autó terheli a Béla utat és környékét. Hát mindent megpróbálunk. A rendőrség, a polgárőrség jönnek. Ezért is nem építhető be például a mellette levő terület, egyrészt mivel kegyeleti terület, másrészt pedig ilyenkor és nagy temetések alkalmával is ez parkolóként szolgál. Igyekszünk, zebrák, járdák épültek a környéken, hogy biztonságosabb legyen, gyalogátkelő szigetek óvják a gyalogosokat. Még egy szakasz nagyon hiányzik, ami a Videóton felől megy kifelé a hídon. Az egy nagy probléma, az nagyon sok forrást fog igényelni, hogy a hidat is szélesítsük. Öreghegy kertváros, de valamilyen szinten idegenforgalmi helyszín is. Köszönhető ez a Borivárnak. A Borivár is egy nagyon, nagyon kedves hely. Én még a gyerekeimmel, sőt, hát az utcában lakó gyerekeket összegyűjtöttem, és nagyon sokat mentünk hétvégenként, csak úgy elindultunk gyalog a Borivárba, és ott álltunk a
kart alatt, szóval ez mindenkinek egy óriási élmény, és nagyon-nagyon ismert lett a mostani technika segítségével. Fiatalok, most a tulajdonosok nagyon sokan jönnek belföldről, külföldről. Természetesen ezt most zárójel. Igen, jönnek, amint lehet. Jönnek, amint lehet, úgyhogy ez közlekedési és parkolási problémákat is okoz. Azt a megoldást találtuk, ami most úgy néz ki, hogy legalább a buszok tekintetében működik, hogy autóbusz megállót alakítottunk ki, ahol 10 percig tartózkodhat egy busz, és utána megkérjük a sofőrt, hogy a Béla úti köztemetőnek a nagy parkolóját használja addig, amíg a csoport bent van, és utána a csoportot felveszik. Szerintem ez egyáltalán nem ördögtől való, tehát mindig mondom, hogy a Mátyás templom lépcsőjénél sem lehet a turista busznak parkolni. Úgyhogy ennyit azért mindenki elfogad. Változott a Borivár előtti tér is, hiszen ott szoborral és kis parkkal alakult ki. Igen, Bori mester és Ágoston Béla szobra található ott. Ágoston Béla szobrát Szakártóni bácsi alkotta. A virágokat is, a növényzetet is megújítottuk, tehát egy egészen kulturált kis tér alakult ott a várral szemben. A járda is most már teljesen biztonságos mind a két oldalon, ami a várhoz megy. Úgyhogy nagyon örülünk neki. Milyen a közösség? Öreghegyen? Mennyire tud a kertváros összefogni? Vannak olyan fórumok, ahol végül is tudunk találkozni. Ilyen az Öreghegyi Közösségi Ház. Nagyon-nagyon sok jó program volt. Nagyon igyekeztünk, hogy azért legyen egy fazonja ennek a közösségi háznak. Tehát olyan programokat sikerült idehoznunk, Hobót, Tolcsvai Bélát például, amik valóban így közösségé kovácsoltak, jöttek rendszeresen az emberek, kérdezték, hogy most mi lesz a legközelebbi, és nem ilyen óriási nagy koncertekre kell gondolni, hiszen egy kertvárosi művelődési ház nem tud ilyen volumenű koncerteket tartani, az a belvárosé, azt tiszteletben tartjuk, de olyat, ami a lelkekhez szól, ami megérinti az ott lakókat, úgy látszik, hogy sikerült ezt a vonalat eltalálnunk. És ugyanez vonatkozik az öreghegyi mulatságokra is. Rengeteg öreghegyi van, és hát persze azt a városiak is megnézik, a tűzi játék, az utcabál, ez nagyon... Ezt örülök, hogy említetted, mert ugye augusztusban, ha békeidő van, rengeteg rendezvény van Székesfehérváron a belvárosban. Ha valaki akkor sétál a belvárosban, látja, hogy nagyon sok a vendég is. És ha kiruccan az öreghegyi mulatságra, akkor valahogy mintha ilyen családiasabbá válna a terület, mert mintha ott a fehérváriak lennének úgy igazából, és elsősorban az öreghegyiek. Nagyon sokáig, 19-én nem volt városi rendezvény, hogy mindenki jöjjön az Öreghegyre, nehogy ott ne legyünk. Hát ettől nem kell félni, úgyhogy most már két társrendezvény is volt legutoljára a városban, és az Öreghegyi mulatság így is működött. Beszéljünk egy kicsit Csaláról, hiszen Csala a legtöbbünknek a hulladéklerakót jelenti, pedig az is egy település, házakkal, a települési gondokkal és örömökkel. De milyennek írnád le most Csalát? Csala egy rendkívül kedves kis városrész. Szép kertek, most már játszótér, nagyon sok fiatal lakik, és egy közösségi teret is kialakítottunk, ahol sajnos mindig hozzá kell tennem, hogy a járvány előtt nagyon jó közösségi programok zajlottak, húsvéti, karácsonyi készülődés, a nyitott torna termek is tartott foglalkozást. Én remélem, hogy minél előbb ez visszaáll. Mit mondhatunk az infrastruktúráról Csala tekintetében? Csalán is... Szennyvíz, vezeték és minden, ami egy városi léthez kell, adott. Ez a depóniás dolog, ez nagyon érdekes, hiszen vannak Csalán őslakók, akik még Kégül György korában
építették a házakat, nagyon-nagyon régen ott lakik, általában a család több generációra visszamenőleg is csalán élt. Ők az őslakók, ők régebben laknak ott, mint ahogy ott volt a deponia. Viszont akik most költöznek ki, hát nekik adottság, hogy igen, a deponia ott van a szomszédban. Viszont igyekszünk nagyon jó kapcsolatot kialakítani a deponia vezetőségével, főként amióta önkormányzati tulajdon lett a deponia, ez azért sokkal könnyebb. Nagyon sokat segítenek a lakóknak, segítenek a játszótér építésben, a csalai majális megrendezésében. Úgyhogy én örülök neki, hogy most bővül a deponia, kiköltöznek az irodák, ez egy újabb lehetőség lesz arra, hogy csalán még fejlődjünk, hiszen ez biztosan fog változásokat okozni, például az internetszolgáltatásban, a buszjáratok alakulásában ez pozitív kell, hogy legyen. Jellemző, hogy kiköltöznek fehérváriak családra? Igen. Tudunk-e valamit a kastély sorsáról? Nagy sóhaj. Ez a rendszerváltozás körüli, hát, hogy mondjam, képlékeny tulajdonviszonyok alakulása mentén valahogy átkerült a Csákvári TS tulajdonából egy magánemberhez, egy német magánemberhez, aki annyit tett, hogy a kastélynak a tetőszerkezetét felújította. Tehát ez abból a szempontból nagyon jó, hogy nem romlik az állaga tovább. Ő egyébként nem a kastélyban lakik, hiszen a kastély az kívülről, tehát vakolatlan, mondjuk romos, hanem ő egy házat épített magának mellette, és ő abban lakik. Minden eszközzel próbáljuk őt valahogy abba az irányba terelni, hogy váljon meg ettől, és adja vissza köztulajdonba, irreális árat kér érte. Nagyon bízom benne, hogy valahogy sikerül megállapodni. Tehát a családdal, a németországi ággal megkerestem a kapcsolatot, hiszen ők is tulajdonosok, de hát borzasztó, borzasztó nehéz. De nem adom fel, ez nekem életcélom, hogy ezt valahogy. És természetesen ebben a Kégül család is partner lenne. Kégül György egyébként, Georgi, volt még csalán is élménybeszámolón, beszélgetett az ott lakókkal, az Öreghegyi Közösségi Házban volt kiállítása, ő egy nagyon tehetséges festő, és nagyon-nagyon szeretné a család is, hogy köztulajdonba kerüljön a kastély. Ez még akkor a jövő feladata. Visszatérünk majd egy kicsit a település részre, de ha Őstör Anna Máriával beszélgetek, akkor nem lehet kikerülni az egészséget, az egészséges életmódot és a sportos életmódot. Miért ennyire fontos ez a te életedben? Nekem az eredeti szakmám gyógytornász. A gyógytornászok a betegágy mellett vagy tornateremekben az egészségért dolgoznak. Vagy prevenciós, tehát megelőző munkát végeznek, vagy pedig rehabilitációs, tehát az azt jelenti, hogy mindenki minél hamarabb meggyógyuljon, és minél hamarabb visszakapja a saját életét, vissza tudjon menni a családjához, munkába álljon. Tehát nekem ez a szakmám. Ez a hivatásom, és itt, mint egészségügyi és sporttanácsnok úgy érzem, hogy megtaláltam azt a területet, amivel én tudnék foglalkozni. Ezért is örültem annak, hogy az egészséges városok keretében egészségfejlesztéssel, egészséges életmóddal tudunk foglalkozni. És elmondhatjuk, hogy egészen egy évvel ezelőttig ez nagyon szépen is alakult, hiszen székesfehérváriak szívesen mozogtak. Ha csak a nyitott tornatermekre gondolunk, a kihasználtságot tekintve, aztán a megépült különböző kültéri edző lehetőségekre. Tehát tényleg nagyon népszerűek voltak, aztán jött ez a bizonyos járvány. El tudom képzelni, hogy annak, aki a város egészségét küzdött, ilyenkor a szíve még jobban vérzik. Hát most mondhatnám azt is, hogy amit pontosan 10 éve kezdtünk el,
az most egy kicsit kuka, és majd újra lehet kezdeni, de ez nem így van. Azok a csatornák, azok a bejáratott dolgok, te is említetted a nyitott tornatermeket, azt, hogy nálunk mindenkinek természetes azt, hogy menjen szűrővizsgálatra, a rózsaszín felvonulás. Ezek mind olyan alapok, amiről el kell kezdenünk újra építkezni. Nagyon nehéz munka lesz, hiszen az már látszik, hogy a COVID-járvány ilyen szempontból mindent lerombolt, nagyon nehéz lesz mentálisan, fizikálisan visszaállítani egyrészt a már átesettek egészségét, mert az, hogy ő momentán nem lázas és megy dolgozni, az nem azt jelenti, hogy ő ugyanabban a fizikai és lelki állapotban van, mint a betegség előtt volt. Tehát ez egy borzasztó nagy feladat lesz mindenkinek. A másik pedig, hogy aki nem COVID, ugyanúgy kell foglalkoznunk azzal, hogy ki hogyan táplálkozik, hogyan mozog, ne legyen annyi cukorbeteg. Tehát ezek ugyanazok a feladatok megmaradnak, úgyhogy szerintem óriási munka áll még itt mindenki előtt. Lehet ezt már most tervezni, hogyha túl leszünk a nehezén, hogy lehet ennek nekiállni? Hogy tervezzük. Igen? Tervezzük. Tehát igen, vannak igen, már tervek, igen, hogy... Igen. A munkánknak is köszönhetően egészségfejlesztési iroda is működik Székesfehérváron. Most persze ugyanúgy ők is azért küzdenek az elemekkel, online órákat tartanak, néha tudnak személyesen, elsősorban pszichológiai jellegű foglalkozásokat végezni, de természetesen ezerrel tervezünk, hogy legyen utána. Mint önkormányzati képviselő keresnek meg ezekkel a problémákkal? Tehát panaszkodnak emberek, hogy nem tudják, hogy most a gyerekkel, hogy mozgassa a gyereket, hiszen eddig sportolt, hogy mi lesz vele, vagy illetve ilyen problémákkal, hogy lehetne edzéseket tartani, és egyebek. Én úgy érzem, hogy most még mindenki a járvány okozta a döbbenetben van. Tehát ezek a kérdések, amik utána fognak előkerülni. Amikor majd elérjük azt az átoltottságot, amikor már egy kicsit felszabadulunk, amikor már nem a mindennapokat szervezzük, hogy úristen, most mit csináljak, hogyha távmunka van közben, öten vagyunk a lakásban, a négy gyerek online órán vesz részt, én dolgozom, tehát most egyelőre szerintem olyan szervezési problémák vannak, amik majd talán őszre elmúlnak. Úgy legyen, térjünk vissza egy kicsit a 12-es választókerületre. Jelenleg hol zajlanak munkálatok a település részen? Az idén az egyik kis utcának a felújítása tud majd elkezdődni, ott a tervezési munkálatok zajlanak most, tehát most nagy gépet nem látunk az Öreghegyen. Apróságokat tudunk most végrehajtani. Tehát például kutyafuttatót építettünk, annak a világítását fogjuk tervezni, tehát most ilyen apróbb, hiszen mindig csak az útfelújításokról, a nagy munkálatokról beszélünk, azonban az, hogy egy lakóterület hogy néz ki, az borzasztó sokat számít, hogy milyenek a szobrok a területen, vannak-e virágtartó edények, tiszta-e az a környék, van-e elég szemetes, ott van-e, ahol lennie kell. Tehát most ilyen apróbb munkálatokat tudunk végrehajtani. És nagyon várjuk azt a pillanatot, amikor, hogy most én térjek vissza az útfelújításra, amikor a Nagyszombati út felújítása el tud kezdődni, és utána a Pozsonyi út középső szakaszának felújítása. Mondjuk erre pénzügyileg és mindenhogyan is készülni kell, mert azért azt látni kell, hogy egy-egy nagy út felújítása rettenetesen fel tudja bojdítani a környéket. Tehát ezt tudom, hogy először mindig az a probléma, hogy mikor fogjuk felújítani, és amikor felújítjuk, akkor még sokkal több probléma van egy darabig. Aztán utána viszont mindenki nagyon örül neki, és utána minden szép és jó.
Nem feltétlenül Öreghegy északi részéhez tartozik, de én azt hiszem, hogy itt az öreghegyi képviselők összefogására lesz szükség a Csúcsos hegy területén, hiszen az Aranymúla 800. évfordulóját ünnepeljük 2022-ben. Azért itt nagy változásokra kell számítani? Nagy. Nagy változásokra, hiszen a Csúcsos hegy hát nem nyúlt hozzá senki szerintem évtizedek óta, ott talán az utolsó momentum az volt, amikor a tankot elvitték, múzeumba került, és kijött helyette az Aranymúla. De azóta ott érdemi felújítás, és semmi nem történt. Hát most fog. Most nagyon szép zöld területek alakulnak majd ki, kilátó terasszal, parkolóval, úgyhogy egy nagyon kellemes kiránduló helye lesz Székesfehérvárnak, én úgy érzem. Ami nyilván vonza majd az idegenforgalmat is, és ez nyilván jelenti majd azt, hogy nagyobb lesz az egész település részen a forgalom. Ezt hozhatja magával? Hát hozhatja magával, de hogyha a bekötő utat szépen megcsináljuk, parkolókat alakítunk ki, kerékpárút vezet majd oda, akkor én nem hiszem, hogy ez olyan nagy problémát okozna, hogy ez ellensúlyozná azt, hogy ez megépül és megszépül, és egy méltó emlékhelye lesz az Aranymúlának, Székesfehérvárnak. Ha Öreghegy, akkor szőlő, hiszen Öreghegy története a szőlőkből indult ki. Most is találhatók pincék. Működnek a pincék Öreghegyen? Működnek. Most már nincs sok valódi szőlőbirtok. Tehát nagyon kevesen vannak, akik ezzel foglalkoznak. Évről évre ők összejönnek, és az öreghegyi borrenddel bormustrát, borversenyt szoktak rendezni. Tehát azért vannak, de hát ez a hagyomány, ez megmarad. Vannak például a borivár mellett van egy gyönyörű régi pince, ott is rendezvényeket szoktak tartani, Páncél József a tulajdonos. Ő nagyon szakavatott borász, és nagyon jó rendezvényeket tart például ebben a pincében. Visszatértünk, hogy majd a járvány után ezeket. De nagyon szép, megkímélt és felújított boros pince is van. Hogyha ezeket most... is kiszoktam néha posztolni, hogyha egy-egy ilyen szépet látok, akkor meg szoktam osztani, majd figyelek rá, jó, hogy mondod. A beszélgetésünk végéhez érünk lassan-lassan. Most, hogyha azt mondanám, hogy csukd be a szemed és képzeld el 15 év múlva ezt a városrészt, akkor mit látsz? Az utcahálózat. Felújítva. Csak vissza kell jutnunk oda. Igen, igen. Járdák, az öreghegyi közösségi ház is megújult. És talán egy északi elkerülő út kötné össze a Bicskére vezető utat az M7-esről lejövő úttal. Kívánom, hogy úgy legyen, és sikerüljön megvalósítani. És a Csalai kastély. Ahol Kégő György ígéretének megfelelően egy Klimt kiállításon vehetnénk részt. Igazi kihívás, de sikerüljön. Igen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, Östör Anna Mária volt a vendégünk. Köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra!